mindenkor homályosan, hogy hazámat ne sírassa. 102 éve. Június 4-én szabdalták szét Magyarországot Trianonban a nagyhatalmak. Erre emlékezve harmadszor csatlakoztunk az összmagyar hagyományjá vált kezdeményezéshez Dübendorfban. 20 óra 22 perckor lobbantottuk lángra a világ 25 országának 522 tüze közül a miénket. Háromszín gyertyáig apró lángjaiból merítve egyenként tápláltuk összetartozásunk egyre növekvő közös tüzét. József Attila, Sajó Sándor, Szőlősi Tibor, Hajdú Csaba és Padányi Viktor írásai segítettek bennünket gondolataink, érzéseink méltó kifejezésében. Megidéztük a Rongyos Gárda honvédő harcait, és fejet hajtottunk a leghűségesebb város, Sopron tanú bizonysága előtt. Párciumból, Délvidékről, Székelyföldről elszármazott nemzettestvéreink keserű visszaemlékezései még jobban megerősítettek bennünket abban, hogy semmiféle megkülönböztetést nem tűrhetünk el. Azt kell keresnünk és erősítenünk, ami összeköt bennünket, és nem az, ami elválaszt. Magyarország az én hazám, még egy szürkés neve.